Somogyi Péter úgy nyert Európa és világbajnokságot, hogy saját erejéből tanulta meg a sportlövészet minden csínyát, bínyát. Volt, hogy 200 kilométerre járt edzésre, miközben egyszerre két munkahelyen dolgozott. Most mindent megtesz azért, hogy Rióban is versenyezhessen. Az olimpiai felkészülést azonban sok körülmény nehezíti. Nagy nehézségek árán fogom tudni ezt összehozni, mivel úgy naponta 8 órát dolgozok, és mellette kell edzésekre járnom még. Péter ugyanis a zalaegerszegi tűzoltóságon tölti munkaidejét. Az edzésen viszont a profi fegyver mellett előkerült a sportlövők számára kialakított merevítős ruha is. Akár 150-200 lövést is lead egy délután. Elmondása szerint a sportjukhoz speciális izomzat, megfelelő állóképesség és mentális felkészültség is kell. A lövésnél nem használt távcsövet, szabad szemmel kell céloznia. Mindenkinek más gondolatok járnak ilyenkor fejében nyilván, tehát nekem sajnos elég kavarodnak ilyenkor gondolataim, szabadon szállnak két lövés között, viszont amikor lőni kell, akkor minden mást kizárok és csak is arra egy lövésre koncentrálok. A verseny legvégén így is csak milliméterek döntenek. Nagyon nagy szerepe van szerencsének, tehát hiába a sok edzés és kitartó munka, mindenképpen szükség van arra, hogy az ember szerencsés legyen. Szerencse kellett ahhoz is, hogy Somogyi Péternek 15 éve komáromi rokonai egy jó edzőt ajánlottak. Nagyon nehézkes volt nekem, mivel az edzőm Komáromban van, én Zalaegerszegen, 200 km közel annyi választ el, mint egymástól. Havi rendszerességet tudtunk találkozni az elején, aztán ez ugye ritkult, és igazából mindent saját magamnak kell elérnem és majd dolgoznom a sikerért. Így értem el egy világbajnoki helyezést, második helyezést, csapat arany, ezüst, bronz, minden színbe pompázik. Ennek ellenére sem tartja magát született tehetségnek. Ugyanakkor bízik abban, hogy a sok edzés továbbra is meghozza gyümölcsét. Én minden nap edzek és készülök, hogy minél többet, minél jobb eredményeket érhessek el. Szurkolunk, hogy így legyen. A beszélgetés után nekünk is mázlink volt. Kipróbálhattunk pár komoly fegyvert. Én életemben először lőttem, Zsuzsa azonban majdnem beletalált a célkereszt közepébe. Gyermekkori vágyam vált valóra, mert kipróbálhattam egy 1860-as amerikai vadászfegyvert. Igaz élmény volt vele lőni. Én viszont nosztalgiáztam egyet, mivel 13 éves koromban megyei lövőbajnok voltam. A jövő héten is tartsanak velünk, a viszontlátásra! Viszontlátásra!